Együttműködési kötelezettsége van a bepanaszolt cégeknek a békéltető testülettel, oly módon, ha a megyeszékhelyen van a telephelye, olyan szemét kell a megbeszélésre elküldenie, aki fel van jogosítva az egyességkötésre, mondta el a testület megyei elnöke. A jogszabály érvényesítése kapcsán sikeresebb is a békéltetés. Változatlanul a termékek körében a cipők minőségére érkezik a legtöbb kifogás a testülethez, de sok a panasz az okostelefonokra is, a számítás és híradás technikai eszközök esetében pedig a jótállásra. Körülbelül 2/3 részben a fogyasztói panasz megalapozott. A 254 ügyből 54 esetben volt az, amikor a fogyasztó kérelmét el kellett utasítani megalapozatlanság miatt. Van 2500 forintos cipő és van 5 millió forintos autóval kapcsolatos ügy is a békéltető testület előtt. Az értékhatár nem meghatározó. Egy viszont lényeges, csak magyarországi székhelyű vállalkozással szemben lehet kérelmet benyújtani a testülethez. Ha a külföldi a kereskedés vagy a neten vásároltunk, másként kell eljárni. Csak magyarországi székhelyű cégekkel kapcsolatos panaszokkal járhat el a megyei békeltető testület. Ha külföldi cégekkel kapcsolatban van problémájuk, akkor ha ez az Európai Unión belüli vásárlás vagy panasz esetén, akkor tanácsolni tudom, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság keretein belüli Európai Fogyasztói Központhoz forduljanak a fogyasztók, akik ingyenesen segítik a jogérvényesítésüket. Ha pedig külföldi online vásárlással kapcsolatos problémájuk van, akkor pedig arra a hatásköre kizárólag a budapesti békeltető testületnek van. Januártól minden békeltető testületnek külön honlapot kell üzemeltetnie. A szabolcsi szervezet felülete már elérhető, de a tartalma feltöltés alatt áll. Ezen minden a békeltető testülettel kapcsolatos információ megtalálható, sőt tervezik azt is, hogy a felületen elektronikus formában is lehessen panaszt benyújtani.